Sziasztok! Ez egy videóüzenet, amiben szeretnélek titeket meghívni a MacDesk legújabb táborába, amit ősszel rendezünk meg először. Grund apologetikai tábor a neve. És azért adtunk neki a Grund nevet, mert ez minket emlékeztet arra, ami a fő cél. Grund egy olyan terület a városban, ahol emberek összejönnek, egy foghias telek, ahol nem építették vissza a házat, hanem fákat ültettek, padokat raktak rá, és közösségi térként átadták az embereknek. Ezen a helyen találkozhatnak, ezen a helyen kapcsolatba kerülhetnek egymással. És ez talán a lényege a missziónak. Úgyhogy egy olyan táborról van szó, amelyiknek a középpontjában a misszió van. Azon belül is az egyetemi misszió. Elsősorban azokat szeretnénk meghívni, akik az egyetemi misszióban tevékenyen részt vesznek a MacDeskben. Diákokra gondoltunk elsősorban, de nagyon örülünk mindenki olyan részvevőnek, akit érdekel az apologetika. Célunk az, hogy úgy adjunk képzést az apologetikából, hogy azok az emberek, akik szeretnék átadni az evangéliumot, azok most, ebben a mai közegben helyt tudjanak állni abban, ahogy viszonyulnak a diáktársaikhoz, vagy azokhoz az emberekhez, akikkel körbe vannak véve. És hát helyt tudjatok állni, én szeretném, hogy helyt tudjatok állni abban is, hogyha vannak kérdéseik, akkor arra ne könnyű vagy egyszerű válaszokat adjatok, hanem megértsétek az ő valódi ellenvetéseik és kérdései, problémákat. Az, hogy miért van az, hogy valamiért valamivel kapcsolatban bizonytalanok, vagy valamilyen olyan kérdésük van, amire nem találják a választ. Mik ezek az igazi kérdések az emberekben? Mik ezek a valódi problémák, amikkel ők küzdenek? Ezt szeretnénk megérteni, és erre szeretnénk megfelelő választ adni. Az apologetika az egy ilyenfajta érvelés, hitvédelem és evangelizáció. Volt a MacDeskben az elmúlt években már nyári tábora. Ez egy picit más lesz, mint ami eddig volt. Az egyik az nyilvánvaló mindenki számára, ez ősszel lesz, kerül megrendezésre, és azért is raktuk össze, mert ez a nyár már telített, rengeteg olyan tábor van, ahol elmehettek, ahol feltöltődhettek, tanulhattok. Ez egy tábor, amit őszre raktunk, és rövidre terveztünk, mindössze 3 teljes nap és 2 fél nap. Egy olyan táborra gondoltunk, ami képzést szeretne adni, tehát sűrű programra számítsatok, ahol reggel képzés van, délután ennek a képzésnek az elmélyítése, szemináriumok, majd este szintén igehirdetés és sok dicsőítés, imádat. Szeretnénk ezt a struktúrát tartani minden nap. Délelőtt olyan emberek képeznek minket, mint Fűtő Robert, aki teológusként és a Bibliaszövetség Bibliaiskolájának az egyik tanáraként lesz jelen, vagy Szalai András, aki az Apologia Kutatóközpontnak ugye a vezetője, és maga is apologéta, vagy Szabados Ádám, aki pedig egy evangéliumi lelkipásztor Veszprémből, és már őt is megismerhetünk korábban táborokban, ő tudja az igét hirdetni a Szent Háromságról. Szeretnék meghívni még ezen kívül Dáni Nagy Máriót is, akit megismerhettetek az egy kérdésből, és más szeminárium tartókat is, főleg olyan témákban, amik segítenek titeket felkészíteni, ahogy már mondtam, a misszióra. Amikor szemináriumokról beszélek, akkor 5 különböző témáról fogunk meghívni előadókat. Lesznek vallási témájú, önismereti témájú, a hitünk alapjait érintő szemináriumok. Készülünk olyan szemináriumokkal, amik Jézus mutatják be különböző oldalról, és lesz kulturális apologetikára készítő szeminárium. Szóval, ez egy tábor, ahova te eljössz, akkor egy valamit nagyon szeretnénk. Amikor túl vagy ezen a képzésen, akkor jó apologéta legyél, és egy olyan ember, aki a környezetét szereti, elfogadja, és úgy tudja megközelíteni, hogy azoknak az embereknek nyilvánvaló legyen Isten szeretete.